A Netflix ezen a héten egy francia filmen lepett meg minket először, méghozzá Alexandra Aya legújabb munkájával, akinek a 2019-es meglepően nézhető Préda, vagy a 2013-as Szarvak című filmet is köszönhetjük. Többnyire thriller vonalon mozog, nem történt ez most sem másképp, és talán megkockáztathatjuk. Eddigi életművének legjobb darabját sikerült most leszállítania. Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban belecsapnánk, lenne még egy kis kérésem. Amennyiben tetszett a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornámra, illetve nyomj egy nagy lájkot. Erre a videóra. A történet szerint egy nő, nevezetesen Elizabeth, egy kriokamrában, avagy kapszulában ébred, természetesen, ahogy az lenni szokott amnéziás, ráadásul fogytán van a levegője is, így minél hamarabb ki kéne találnia, ki is ő, hogyan tud kiszabadulni onnan, és túlélni a szituációt. Konkrétan egy egyszereplős kamaradarabról van szó, de remélem ez senkit nem riasz vissza ettől a fantasztikus filmtől. A főhősünkön kívül ugyanis csak néhány flashback erejéig tűnnek fel más aktorok is, illetve más helyszínek, de ezek olyan elenyészőek, hogy maximum 5 percet tesznek ki a 100 perces játékidőből, amely korrektül lett belőve. Egy perce sem lesz unalmas az alkotás, mindig történik valami igazán izgalmas, nem is gondolnánk, mennyi fordulat áll még előttünk. Persze ehhez az is kell, hogy Elizabeth azért nincs teljesen egyedül. Folyamatosan kommunikál a kriokamra mesterséges intelligenciájával, a meglepően megnyugtató hangú májlóval. Plusz egyéb telefonbeszélgetések is lezajlanak, miközben hősnünk természetesen számtalan alkalommal kifakad, rongál, a túlélésért küzd és megoldásokat keres. A legnagyobb csavart persze nem akarom ellőni, ki fog derülni, hogyan és miért került oda ahova, és mi ennek az egésznek a célja. Gratulálok, Levi, ennél semmit mondó mondatot még nem írtál. Ehhez pedig jobb is, ha becsatoljuk a biztonsági öveket, engem őszintén meg tudtak lepni. Javaslom, ha eddig nem tettétek, ezután se nézzétek meg az előzetest, úgy lesz maximális az élmény. Ja, hogy a videó alatt az előzetes megy, hát rip. Vizuálisan nagy kihívás elé állították Maxim Alexander operatört, akinek ezt a statikus, egyhangú teret kellett valahogy úgy megtöltenie élettel hogy a képernyőhöz ragassza a szemünket is, ne csupán a fülünket. Nos, az úriember kiállta a próbát, maximálisan sikerült lekötni a beállításainak, ráadásul egy hosszú jelenettel is előrukkolt, ahol a kamera folyamatosan körbe-körbe forog a tengelye körül a kamerában. Talán mondanom sem kell, de ha valami, na ez igazán feszültségnövelő, mindemellett persze rohadtul el is lehet tőle szédülni, vigyázzatok, le ne a székről. Erre a fokozatosan növekvő feszkóra még az is rájátszik, hogy Robin Kudert zeneszerző taktusai fenomenálisak. A szarva a készítésekor már dolgoztak együtt a rendezővel, kapcsolatuk pedig kifejezetten jövedelmezőnek tűnik. El sem lehetne képzelni ezt a filmet egy ilyen pazar aláfestés nélkül, hiszen a környezet elég inger szegény. Meg kell hát próbálni minden eszközzel hatni a nézőkre. Itt pedig ez minden tekintetben sikerül is. Beszéljünk egy kicsit a színészekről, illetve hát na, Mélani Laurentről. Talán nem is ismerős a neve, pedig elég sok helyről ismerhetitek. Feltűnt a szemfényvesztők első részében, Döni Villeneuve ellenség című filmjében, de dolgozott együtt Michael bay is a Six Underground hatan az alvilágból forgatásán. A 38 éves színésznő ugyanakkor még messze nincs pályája a csúcsán, ez bizonyította ezzel a szereppel, ekkora terhet ugyanis még sosem raktak rá, de ő maximálisan megoldotta a feladatot. Kilátástalan helyzet, melyben taknyod nyálod, összefolyva kell üvölt, Vergődni, szenvedni, küzdeni. Ennél jobban bele sem élhette volna magát, minden arcrezdülése és grimasza tökéletes, legyen szó bármelyik pillanatról. Ennél talán már nem is tudok jobban dicsérni. Nos, ennyi. Az oxigén egy nagyon erős kamaradarab, egyetlen főszereplője zseniális, a története egyszerű alapokra építkezik, mégis tud fordulatos és meglepő lenni. A hangulat és a feszült légkör szinte tapintható, a játékidő tökéletesen be van lőve, a zene és az operatőri munka is hibátlan. Nincs mit mondanom, ha egy igazán jó filmet akarsz nézni, akkor ne habozz tovább. Talán csak a klaustrofóbok kerüljék el, mert kicsikét -kicsi szűk -kicsi a világ nekem. Ezt én se tudom, mi volt, haladjunk. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi